Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti alkalmon. Igyekszem ott folytatni, ahol a múlt alkalommal abba hagytuk, fölvéve azt a fonalat, amit letettünk a múlt alkalommal. Ugye a mindennapok szentségéről beszélünk, e körül a téma körül mozgunk, és láttuk azt az előző alkalmakkor, hogy Isten a mindennapokban is szentséget teremtett ennek a szentségnek, a tengelye pedig a közösség, elsősorban Istennel való közösség, és láttuk azt, hogy mennyire fontos az ember-ember közötti közösség, és hogyan jön le a mennyei szentség, mint közösség szentsége, az ember-ember közötti kapcsolatra, mint szentségre, és hogyan tudjuk megszentelni azokat a mindennapi tevékenységeinket, amik mellett minden további nélkül hajlamosak vagyunk elmenni. És a teremtett világ kulcsainál, vagy kulcsánál láttuk azt, hogy a legfontosabb dolog, ami a tengelyét adja ennek a kulcsnak, az nem más, mint az a szabály, hogy mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát úgy lent, mint fent, vagyis a szentséget is nekünk a feladatunk és felelősségünk a mindennapokban gyakorolni, és azokat a szentségeket, amiket Isten belealkotott a mindennapjainkban, ezt tényleg szentségként kezelni. Hát nem kötelező ezeket a szentségeket természetesen megélni és gyakorolni, de mégis a mi feladatunk és a mi felelősségünk, hogy ezek meglegyenek, és az elmúlt alkalommal elég részletesen körbejártuk az egyik ilyen szentséget, az étkezésnek a szentségét, az együtt étkezésnek a szentségét, és láttuk azt, hogy hogyan tud egy étkezési közösség, egy asztalközösség, egy, akár egy családi asztal, vagy egy közösségnek az asztala áldozati oltárrá változni, és hogyan tud az ételközösségünk, hogyan tudja az ételközösségünk az ételáldozatot megidézni, és szentté tenni azt az együttlétet, amit az ételközösségben megélünk, illetve amit Isten az ételnek a fogyasztásához, az érkezéshez hozzárendelt. Megnéztük, hogy az úrvacsora része, az úrvacsorában ez az étkezés része hogyan nyilvánul meg szentségként. Megnéztük azt, hogy az ételnek az elkészítése az hogyan tud megszentelődni és hogyan tud szentséggé válni a magának az ételnek az elkészítése. És megnéztünk ugye régi szokásokat, magyar szokásokat, megnéztük azt, hogy a vasárnapi menü Magyarországon miért úgy néz ki hagyományosan, ahogy kinéz. És ugyanaz az oka annak hagyománynak, miszerint a magyar ember, amikor eszik, akkor nem beszél. A magyar ember evés közben nem beszél, ugye így szól a kis szólás, azért, mert a magyar ember szentségként éli meg az együttétkezést. És hogyha megnézzük, akkor azokat az eseményeket, amikor étkezéssel, együttétkezéssel ünneplünk, akkor jellegzetesen ez úgy néz ki, hogy jönnek a fogások, és a fogások alatt csendben elfogyasztja az ünneplő népesség az ételt, és utána van egy hosszú szünet, amikor lehet beszélni, táncolni, bármit, és utána megint jön a következő fogás. Tehát a magyar érkezési szokásrendben nem az érkezés alatt gyakorolják a personális, az ember közötti kapcsolatot az emberek, hanem az érkezési fogások között, mert maga a fogásnak az elfogyasztása, az egy megszentelt dolog, azzal szenteljük meg, hogy megáldjuk az ételt. És az asztal közösségnek így része válik, részévé válik az Isten, és ahogy ugye a református
azt a járást idéztem, részévé válik maga Jézus Krisztus, és az van megírva, hogy ahol ketten-hárman az ő nevében összegyűlnek, ott van közöttünk. Vagyis tudjuk szenté tenni, szentségé tudjuk tenni az asztal közösségünket, magát az asztalt. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, ugye az étkezéssel hagytuk abba, és hát mi tartozik az étkezéshez? Nagyon szorosan az italfogyasztás. Olyannyira, hogy nem túl régen, ez még teljesen szokványosan része volt, itt az alkoholtartalmú italfogyasztásról beszélek, része volt a mindennapok étkezésének is az alkoholos italnak a fogyasztása, és hát az úrvacsorának is a része, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem borral is él az ember az úrvacsorában. És nézzük meg, hogy ez hogyan illeszkedik bele ebbe a rendszerbe, hogy tudjunk bölcsen hozzáállni ehhez a kérdéshez. A 104. Zsoltár 14-15. Részét fogom olvasni, ahol azt olvassuk az Istenről, hogy aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embernek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak a szívét. Tehát a bor, mint fogyasztási eszköz, az Istentől teremtett dolog. Nem Isten ellen való dolog, hogyha az embernek van otthon bora, az meg, hogy megissza megint csak nem Isten ellen való vétek, de mindjárt fogjuk látni, hogy milyen módon kell ezzel élni. A Mózes 4. könyvében folytatom, 28. rész 3-tól 7. versig. Itt az áldozati rendről fogunk megint olvasni, azt fogjuk látni, hogy hogyan illeszkedik bele az ételáldozati rendbe az italáldozati rend. Azt mondja itt a szabály, a zsidóknak szóló áldozati rendről való szabály. Ez a tűzáldozat, amelyet áldozatok az Úrnak. Egy esztendős épp bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való, egészen égő áldozatul. Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estemben készítsd el. És egy efa lánglisztnek tized részét ételáldozatul, megelegítve egy hin sajtolt olajnak negyed részével. Ez a szüntelen való egészen égő áldozat, amely a Sínai hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak. Annak italáldozatja pedig egy hinnek negyed része egy-egy bárányhoz, tehát az ételáldozathoz tartozik egy italáldozat is, elválaszthatatlan tőle. Hát nem egyszerűen csak vinni kell a lisztet ételáldozatként, hanem ott van a hozzátartozó, annak italáldozatja, pedig egy hinnek negyed része egy-egy bárányhoz. A szent helyen adj italáldozatot jó borból az Úrnak. Tehát a bor, mint eszköz, része az áldozati rendnek, és az áldozati rendben betöltött szerepe ennek megfelelően egy fontos dolog. Mivel az étel áldozathoz szorosan hozzá kapcsolt dologról van szó, ennek megfelelően ugyanazok a szabályok fognak munkálkodni az itallal való élés során, mint az étellel való élés során. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ételközösségnél láttuk, az italközösségnek a gyakorlása is egy megszentelendő dolog. Tehát nem egyszerűen egymás mellett itogálás, ahogy azt látjuk különböző helyeken, nem az alkoholnak a mámorért való használata, hanem ettől sokkal-sokkal több ez, amit Isten ebbe belerendelt, és ez a belerendelt szentség az, ami lehetővé teszi, hogy mi magunk megszenteljük az ezzel való élés. Tehát lehet vele szentül élni, és lehet vele nem szentül élni. Ettől egy picit azonban
több van még ennél, mert hogyha valakit ételközösségre hívunk, akkor ugye az ételünkből adunk neki. Ez egy bizalmi kapcsolat. Mert amikor én adok az ételemből, akkor elfogadom őt, és amikor ő elfogadja az én ételemet, ő is elfogad engem, és egy közösséget hoz létre. Ugyanez vonatkozik az italra, hogyha az én italomból adok valakinek, akkor én elfogadom őt, egy bizalommal vagyok felé, és ő is elfogad engem. És ezért volt nagyon fontos dolog az régen, hogy az emberek saját kezűleg készítettek italt. Tehát nem úgy szereztek italközösséget az emberek, hogy megvették az italt, és utána gyakorolták az italközösséget, hanem minden tisztességes paraszti családban saját italkészítés folyt. Ez azt jelentette, hogy volt bora az embernek, és természetesen volt szefélye és pálinkája, ugye ez volt a két alapvető ital, és hát a mai napig a magyar szokásrendben ezt tekintjük italnak, a pálinkát és a bort. Az összes többi, hát az nem ital, hogy a székely vicc is mondja, hogy hát az asszony az nem ember, a sör az nem ital, mert meg nem játék. Hát, a sör és a többi alkohol és ital az úgy a kultúra idegen a magyar kultúrából, és a pálinka és a bor marad benne, akik voltak a népmesei kultuson, ott ez külön felszínre is került, hogy még a népmeséink is foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, és nagyon komoly szimbolikát építenek a két ital közé. Tehát és ez az ital része az úrvacsorának is. Akár honnan nézzük, van kenyér, meg van bor, és ugye a saját kezűre készített italban benne van az ember. Mint ahogy a saját kezűre készített ételben is benne van az ember, és ezért mondom azt, hogy ha valaki itallal kínál meg valakit, akkor önmagából ad, mert ő bele vitte az italkészítésbe önmagát. Ugye a legszebb dolgokat azt írja az igés, hogy jó borból kell vinni az italáldozatot. Tehát nagyon ügyeltek ezek az emberek arra, hogy nagyon jó alapanyagból, nagy odafigyeléssel készüljenek ezek az italok, mert ez adja a lényegét a dolognak, és a magyar ember azért nem pezsgőzött, mert a pezsgő alapanyaga az nem a legjobb szőlőből van. A legjobb szőlőből jó bor lesz. És ezért van a magyar szokásrendben a bor, mint ital, illetve hát később jelent meg a pálinka, hogy a lepárló rendszerek megjelentek, és ez maradt benne. Tehát az italközösséget azt át tudjuk formálni ital áldozattá, és ugyanúgy Istentől való közösséget tudunk az italközösségben gyakorolni, mint az ételközösségben. Azonban az italközösségnek van egy önálló szakrális köre is. Hát önállóan is gyakorol a magyar ember is, meg világszerte az emberek gyakorolnak italközösséget. De gondoljuk csak a magyar áldomás ivásra, és benne van a nevében, hogy mire használták az italközösséget. Amikor áldást, áldomást ittak, tehát az a közösség, amit itt gyakoroltak, az bizony arra a tevékenységre való áldásnak a lehozása volt, amit elkezdtek. És ezért van az, hogy a magyar szokásrendben a munka kezdetén italközösséggel kezdtek az emberek. És nem azért, mert jó alkalom volt az ivásra, meg hát a pálinkával gyorsabban tud kapálni a parasztember, hanem mert fogjuk majd később látni a munkaszentségét. A munkaszentségéhez hozzátartozott, hogy szent dologgal kell indítani. És
italközösséggel indították, és hogy issza a magyar ember az áldomást? Megfogja a poharat, és égnek emeli. És azt mondja közben, hogy Isten, Isten. Ugye ez egy kijelentő mondat. Isten, ő az Isten. Ő benne van a szokásunkban a lényege ennek a dolognak, az égre emelt pohár, és annak a kijelentése, hogy Isten, Isten. És természetesen lehet az itallal rosszul is élni, azt próbálom most elmondani, hogy hogyan kell jól élni az itallal és az ital közösséggel. És amikor vége volt a munkának, akkor megint csak jött a munkát lezáró ital közösség. Ugye azt már arra, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt, megcsináltuk, elvégeztük. És ez volt a régieknél a szokásrend, mindezt azért, mert az ital közösségnek van egy külön szakralitása, és ez annyira erős tud lenni, hogy ezért iszunk tertut. Mert annyira összefonja az embereket az italközösség, jobban, mint az italközösség, hogy az italközösségben, tehát az italközösség, amit gyakorol két ember, az egy nagyon erős kapcsot jelent. És itt megint nem a kocsmai egymás mellett ivásról beszélek, mert lehet egymás mellett inni, meg egymás mellett még vedelni is lehet, meg lehet szentséget gyakorolni italközösségben. És hogy lássuk, hogy ez mennyire szorosan össze tudja fűzni az embert. Nagyon szép szavaink vannak egyébként ennek a megértéséhez, hogy mennyire szoros kapocs tud lenni az italközösség. Ugye az együtt ivásra van egy szavunk, ez az ivó cimbora. A cimbora szó az más közösségben nem jelenik meg. Tehát nincsen lopó cimbora, nincs munkacimbora, nincs evő cimbora, csak ivó cimbora van. És nagyon szép régi szavunk a cimbora, és a cimborának a jelentés tartalma nagyon szépen meg fogja világítani, hogy miért pont az iváshoz kötődik hozzá a cimboraság. Van még egy másik kör, amiben megjelenik a cimboraság, ez pedig a mennyasszony és vőlegény cimboraság, amit a hajdúságban fogalomként megjelenik. Ugye ez azokat az embereket jelenti, akik nagyon szoros kötelékben vannak a mennyasszonnyal és a vőlegénnyel. És mindjárt látjuk, hogy miért. Azt mondja a cimbora szóról a cucorfogarasi szótár. A cimbora szorosabb és belsőbb pajtás, ki nem csak társalgásban, hanem bizonyos ügyek és dolgok végrehajtásában társunk. Elemzésére szívpár, szívempárja, szűnpárja. Némely szójárásokban szimbora. És mi történik? Az együttivás, pontosabban az italközösség együtt gyakorlása megnyitja a szívet. És szívpár lesz azokból az emberekből, akik együtt gyakorolják az italközösséget. És ezért iszunk tertut. Amíg pertut nem iszunk, addig nincs tegeződés. Ahogy pertut ittunk, onnantól kezdve tegeződünk, mert onnantól kezdve kapcsolódott össze a két embernek a szíve. És ezért nagyon fontos az úrvacsorában, hogy megesszük a kenyeret, gyakoroljuk az ételközösséget, és megkoronázzuk az italközösséggel, és összekapcsolódik az egész közösségnek a szíve. És lesznek szívpárok, szűvpárok, cimborák. És elmondhatjuk egymásról, hogy amikor az úrvacsorával élünk, akkor ivócimborák lettünk egymással. És természetesen az alkohol az nagyon komoly
veszélyeket is rejt. És pontosan azért, mert veszélyeket rejt, és pontosan azért, mert egy szakralitás, egy szentség van benne, nem szabad úgy élni vele, hogy az nem szent. Hogyha valaki eltér ettől a szabálytól, az nagyon könnyen belesodródik az alkoholizmusba. Tehát egy szentségként kell kezelni az alkoholfogyasztást. Nem örömforrás, nem búfelejtő, szentség. És hogyha valaki megtartja a szentségét az alkoholfogyasztásnak, az el fogja kerülni azt, hogy alkoholista legyen. Hogyha valaki kiveszi a szentségből, akkor egyenes út vezet a gödör felé, aminek a szélén meg lehet állni, mielőtt az ember beleesik, de azok az emberek, akik alkoholizmusból tudtak kijönni, azok gyakorlatilag soha nem tudnak az alkohollal jól élni. Nagyon nehéz. És mindjárt megnézzük egyébként, hogy miért nehéz ez a dolog. Onnan, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a veszélye az alkoholnak, és hogyan lesz rabja valaki az alkoholnak, azt kell megérteni, hogy van egy fizikális testi testünk, és van egy nem fizikális lelki testünk. Az első korintusi levél, 15. rész 44-45. Versben olvassuk azt, hogy van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké. Hozzá fogok olvasni több részt a Jób könyvéből. Sorrendben a 32. rész 8. verset, a 28. rész 12. verset, 28. rész 21. verset, és 28. rész 23. verset. Nem azért teszem egymás mellé, mert összeolvasztam, hanem hozzáolvashatnánk a hiányzó részeket is, csak akkor figyelnünk kellene a gondolatfonalra, így pedig, hogy külön kivettem őket, a gondolatfonal mentén vannak kivéve. Tehát kezdjük az első ige szakasszal, Jób könyve 32. rész 8. vers, itt azt olvassuk, hogy pedig a lélek az az emberben és a mindenható lehelése, ami értelmet ad neki. A bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávívő utat nem ismeri, az élők földén az nem található. Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég modrai előtt is fedve vannak. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Ha ezeket összerakjuk, akkor abban nagyon szépen kidomborodik, hogy az ember értelmének a hordozója nem az anyagi materiális test, hanem a lelki test, a halhatatlan lelki test. Ott van az értelemnek a forrása, és a testi testünk, az most ugyan össze van nagyon szorosan kapcsolva ezzel a lelki testtel, ez semmi mást nem tesz ebben a világban, mint a lelki testben lévő értelmet áthozza az anyagi világba. Vagyis az agyunk, ami egy anyagi, materiális szerv, az annak a funkciója az nem más, mint a halhatatlan, nem anyagi testben lévő értelemnek az anyagi világban való megjelenítése. És hogyha valakinek nem megfelelően működik az agya, természetesen nem megfelelően fog megnyilvánulni az anyagi világban az ő értelme, de pontosan ez az oka annak, hogy emberként kezelünk értelmi fogyatékos embereket is. Mert neki a halhatatlan lelke, ugyanúgy halhatatlan, és az értelme ott van a halhatatlan lélekben, csak az ő agyán keresztül nem tud megnyilvánulni itt az anyagban, a matériában. És amikor jön az alkohol, akkor mit csinál? Megváltoztatja az agynak a működését. Ahogy megváltozik az agynak a működése, megváltozik az értelemnek a megnyilvánuló készsége
a testen keresztül. Ugyanez vonatkozik egyébként minden tudatmódosítószerre, és amikor így módosul a tudatunk, tehát megváltozik az anyagi működése a testünknek, akkor az az egység, amiben egybe van szerkesztve az anyagi test, a nem anyagi testtel, az megbomlik. És abban a pillanatban, hogy megbomlik, onnantól kezdve kezdődnek a problémák. Miért? Szintén a teremtett világ kulcsa alkalmakkor beszéltem arról, hogy a gonosz azért nem tud a látható anyagi világban teremteni és megnyilvánulni, mert nem birtokolja a szent lelket. Ellenben az emberen keresztül igen. És ezért fontos a sátánnak az ember, és ezért harcol az emberért, mert az emberen keresztül, az emberi testen keresztül meg tud nyilvánulni. Ha megnézzük Jézust, ugye az ő életében nagyon sok konfrontáció van leírva a nem látható világgal. Minden egyes esetben emberen keresztül nyilvánult meg a gonosz lélek. Soha nem beszélgetett Jézus önállóan egy démonnal vagy egy gonosz lélekkel, ugye mindig testen keresztül nyilvánult meg, emberen keresztül nyilvánult meg. Most, hogyha széthúzódik, szétbomlik az ember testi teste és lelki teste közötti kapcsolat, akkor ez a rés, ez lehetőséget ad arra, hogy ezen keresztül démonok nyilvánuljanak meg. Ez ennyire súlyos dolog. És ezért van az, hogy amikor valaki többet iszik a kelleténél, akkor teljesen átváltozik. Kivetkőzik önmagába. Ugye ez egy gyakori jelenség. Hogy valaki jól felöntött a garatra, és olyan módon vetkőzik ki önmagából, hogy a teljes személyisége eltűnik, és teljesen ellentétes dolgokat tesz, mint amit egyébként józanul tenne, vagy olyan dolgot is megtesz, amit józanul nem tenne meg. Egyszerűen azért, mert az értelme már nem tud teljes egészében megnyilvánulni a testen keresztül. Ellenben lehetőség van arra, hogy ezek a gonosz lelkek, ezek rajta keresztül megnyilvánuljanak. Most innentől kezdve, hogy ez a lehetőség ott van, mindent elkövetnek ezek a gyötrő lelkek, ugye így mondja a Biblia, mindent elkövetnek ezek a gyötrő lelkek annak érdekében, hogy a birtokukban maradjon ez a lehetőség. Vagyis mire fogják sarkalni az embert, hogy igyon. Minél többet, annál jobb. Minél többször, annál jobb. Ezért nagyon nehéz megszabadulni az alkoholizmusból. Mert nem csak anyagi, materiális függőséget okoz az alkohol, hanem nem látható, nem materiális függőséget is, hiszen megmarkolja ez a sereg, amelyik ezen keresztül, ezen a testen keresztül meg tud nyilvánulni, és nem engedi, sarkalja arra, hogy még újra, és ezért van az, hogy azok az emberek, akik nagyon súlyos alkoholizmusból jöttek ki hosszú elvonókóra és nagyon sok gyógykezelés kapcsán, hogyha újra kezükbe veszik a poharat, akkor visszazuhannak ebbe az állapotba. Mert ők nem megszabadulnak, hanem csak elszabadulnak. Az anyagi, materiális elvonó kúrával. És azért van az, hogy ezeknek az embereknek újra és újra késztetése van, és nagyon gyötrő késztetés egyébként. És nagyon nehéz tisztán anyagi, materiális módon megszabadulni az alkoholizmusból. És hogy azok az emberek, akiket viszont Isten szabadít meg ugyanilyen helyzetből, ők viszont el fogják mondani, hogy szabadok. És ég és föld a két dolog. Ki lehet valakit emelni az alkoholizmusból, materiális módon is. Nagyon nehéz egyébként, nagyon nagy szenvedések árán a környezetnek is, meg az adott embernek is, nagyon nagy szenvedés, hogy ki tudjon menekedni ebből a
a dologból, de mindig ott mozog a szakadéknak a szélén, és egyetlen pohár vissza tudja borítani. És ezért óriási kegyelem az, amit a Krisztusi váltságban megélünk, hogy azok az emberek, akik a Krisztusban tudnak megszabadulni egy ilyen fogságból, azok valóban szabadok tudnak maradni. Akik pedig ugye a materiális módon, amit a világ tud nyújtani ezeknek az embereknek, hát az bizony szenvedős, és nagyon komoly odafigyelés, életük végéig nagyon komoly odafigyelést és harcot jelent ezeknek az embereknek megállni az alkohollal szemben. Tehát ez a nagyon nagy veszélye az alkoholfogyasztásnak, és hogyha az ember kiveszi a szentségből, a szakralitásból az alkoholt, akkor bizony az az alkohol az meg fogja tenni azt, ami benne van, és hatalmába tudja keríteni az embert. Ezért nagyon fontos, hogyha itallal élünk, alkoholral élünk, akkor annak a szentsége meglegyen. Szentségként használjuk és éljük meg az italt, mint italáldozatot, mint italközösséget, és nem csak egymással, hanem hozzuk le az isteni italközösséget is, mert ahogy láttuk, nem ördögtől való dolog a bor. Isten adta, azt mondja az ige. És élünk is vele szentségben, szakralitásban, az úrvacsorában is, és hogyha a mindennapjainkban élünk az italral, akkor azt szentségként kell kezelnünk, és nekünk kell megszentelnünk a mi feladatunk és a mi felelősségünk, hogy megszenteljük. Mert Isten szentnek szánta, úgy, mint az étel, el lehet csúszni ugyanúgy, ahogy az étellel is. Abból ugye viszonylag kisebb problémák vannak, mert a túl sok evés is tönkreteszi az embernek a testét, de a túl sok ivás hamarabb. Azzal is el lehet csúszni a megszentségtelenített étellel való éléssel is, de az ital az meg különösen veszélyes. És akkor még két olyan szentség van a mindennapjainkban, ami annyira része a mindennapoknak, hogy nem is veszük észre, hogy ezt meg lehet szentelni, illetve hogy azt eredetileg szentségként teremtette vagy rendelte el az Isten, az egyik ilyen a munka. Ugye minden napunknak a része, felkelünk, dolgozunk, hazamegyünk, dolgozunk, másnap megint dolgozunk, hazamegyünk, dolgozunk, tehát gyakorlatilag az életünknek a nagyon nagy részét a munka teszi ki, és ugye a vicc is erről szól, hogy hát nem értjük, hogy hogyan alakulhatott ki a munka, hogy aki kitalálta a munkát, azt a többiek miért nem verték agyon. És hogyha ezt nézzük, akkor nagyon komoly nyűgnek tűnik a számunkra az, hogy dolgoznunk kell. És tényleg fogjuk majd látni egyébként, hogy miért vált ez ilyenni. Nem volt ez ilyen, hogy miért vált ilyenni. És nézzük meg, hogy a munka az vajon hogyan is került be az ember életébe. Az első Mózes, tehát Mózes első könyvének második rész 15. versét fogom olvasni. Azt mondja itt a ige, hogy és vevi az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Ez Károlyi fordításból van. A mivel szó használata az alapvetően archaikusnak tűnik, és hát úgy van vele az ember, persze a Károlyi fordítás egy archaikus fordítás, hát ezt úgy benne felejtették. Ezt a mivel, ma már nem úgy mondjuk, hogy mivel, hanem úgy mondjuk, hogy mivel. Ha elővesszük a utolfogarasi értelmező szótárt, ami ugye a legelső értelmező szótárunk, és a legközelebb van időben a Károlyi fordításhoz, bár nagyon távol van, de mégis a legközelebb, akkor azt fogjuk olvasni a mivel szóról, hogy lássuk, hogy nem véletlen a Károlyi féle szóhasználat. Azt mondja a szótár, hogy mivel valamit bizonyos szabályok vagy mód szerint munkál, bizonyos célra alkalmassá tesz.
Általában valamit tesz, cselekszik, csinál. Anyagi tárgyakkal inkább testileg, mint szellemileg foglalkodik. Földet művelni, kertet, szőlőt művelni, ezek szerint szabatosan, sőt a közéletben is, mit művelsz, annyit, mint mit csinálsz, mivel foglalkodol. Általában, és mit művelsz, pedig azt jelenti, szellemileg, mivel foglalkodol. Most Károly ennek megfelelően fordította, tehát ennek a szóhasználatnak megfelelően fordította ezt a szikeszakaszt, és itt azt olvassuk, hogy az Isten oda helyezte az embert az Éden kertjébe, és azt mondta, hogy művelje, vagyis fizikálisan foglalkozzon a kerttel, és őrizze azt, feladatot, munkát adott neki. Istentől rendelt dolog a munkavégzés. Most, ha az Istentől rendelt étkezés szent, akkor az Istentől rendelt munka is szent kell, hogy legyen, tehát szentséget kell, hogy hordozzon. És ugyanaz vonatkozik, mint az étel-ital közösségre, illetve azzal való élésre, étellel-itallal való élésre. Meg lehet ezt szenté lehet tenni, szentségként lehet megélni, és lehet úgy is megélni, hogy ez kivesszük a szentség alól. És ha kivesszük a szentség alól, akkor ez egy nyűg, ez egy olyan dolog, ami, hát nem értjük, hogy miért nem verték agyon a többiek azt, aki kitalálta. Ha viszont szentségként éljük meg, akkor ez egy Istentől rendelt dolog. Most valóban történt azért ebben némi változás. Mert abban a pillanatban, hogy az ember evett a fáról, a tiltott fáról, onnantól kezdve láttuk azt, hogy megváltozott a dolog, és azt mondta az Isten, hogy fáradtságos munkával élj belőle, mármint a földből, életednek minden napjában, és orcád verítékével egyed a te kenyeredet. Tehát megnehezült a munkavégzés, sokkal nehezebb lett, mint ahogy az az Édenben volt. Ennek nagyon jól megfogható oka van. Azzal, hogy az ember áthágta az Istentől rendelt szabályt, megnehezítette az Istennek az emberrel való foglalkozásnak, munkálkodásnak a módját. És az amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek is szabály szerint, megkapta az ember ugyanazt. Hogy annak a tevékenységnek, ami az életének a középpontja, a munkának, a művelésnek a módja megnehezült. És ugye a munka Istentől rendelt dolog, és az emberi létnek és a fennmaradásnak is az alapja. Ugye a munkánkból élünk, a Föld csak akkor adja meg a termést, ha munkálkodunk vele, ha műveljük. Egyébként nem adja, így szól a szabály, amit kaptunk. És ennek megfelelően, hogyha az embertől elvesszük a munkát, akkor nem egyszerűen csak a létében tesszük bizonytalanná, mert hogy ugye nem fog tudni mit elni, nem fog tudni megélni, hanem a legalapvetőbb dolgot is elvesszük az embertől, ami elengedhetetlen része az emberi létnek. Mert Isten elrendelte az embernek a munkát. Most ezért nagyon veszélyes dolog az a társadalmi jelenség, hogy munkanélkül megélni, maga a munkanélküliség és a munkanélkül való megélhetésnek a jelensége. Kihúzzák a szószoros értelemben az ember lába alól a talajt. Azzal, hogy elveszik tőle a munkát, az Istentől rendelt napi tevékenységet. Mert nem a tévénézés a napi tevékenység, amit az Isten rendel, nem a jacuzziban üldögélés az Istentől rendelt napi tevékenység, még csak nem is a napozás vagy a tengerben fürdőzés, hanem a munka. A kertet művelni és őrizni kell ott. És ez a mindennapokba bele épített dolog, amit megszentelhetünk, és akkor eleget teszünk annak, hogy mint a mennyben, úgy a Földön is, illetve élhetünk vele úgy is, hogy nincs benne szentség, és akkor nyögjük a munkának a terhét. A
kertnek a művelését, ugye, amit olvastunk, Isten az embernek rendelt el, a férfinak rendelt el, de akkor még nem volt mellette méltótárs. Ezután lett hozzá méltó, neki formáltatott társ, és onnantól kezdve kettőnké vett ugyanez a feladat, hogy őrizzék és műveljék a kertet, vagyis a munkavégzés az nem egyedülálló tevékenység, ez közösségi tevékenység. És úgy, ahogy van ételközösség, van italközösség, van munkaközösség. És itt nem az iskolai munkaközösségi mozgalomra gondolok, hanem akkor, amikor az ember együtt munkálkodik valakivel, akkor ugyanolyan bizalmi kapcsolat alakul ki köztük, mint az étkezésnél, vagy az együtt italozásnál. Mert ahhoz, hogy valakivel együtt tudjak dolgozni, meg kell bíznom benne, hogy a munkának azt a részét, amit ő fog elvégezni, azt úgy fogja elvégezni, ahogy azt pontosan kell. Ez legyen egymás mellett munkálkodás, vagy beosztott viszonyban való munkálkodás is. Tehát főnökként meg kell tudni bízni a főnöknek a beosztottakban, hogy meg fogja úgy csinálni, meg fogja csinálni, és úgy fogja megcsinálni, ahogy az kell. A beosztottnak pedig meg kell bízni a főnökében, hogy úgy hangolja össze a munkát, hogy annak a vége értelmes legyen. Ha meg egymás mellett munkálkodunk, akkor a munkának azt a részét, amit az társam csinál, abban meg kell bíznom, és viszont ő is megbízik bennem, hogy ami az én részem ebben a munkában, azt én is meg fogom csinálni. És hogyha megnézzük, akkor a munkaközösségnek a gyakorlása az ugyanúgy egy választott dolog, mint ahogy az együtt étkezésnek, vagy az italszentségnek az együtt való gyakorlása egy választott dolog. És akkor most nézzük meg, hogy mi a baj a mai világban a munkával. Mert hogyha a munkát Isten adta az embernek, rendelte el, akkor ennek szentnek kell lenni, hogyha egy szent, akkor miért nem élvezzük? Mert ha meg nem élvezzük, akkor meg valami baj van, mert ez egy dolog, hogy elfárad az ember, meg is van írva, hogy fáradtságos munkával él a földből. Na, de hát attól, hogy az ember elfárad, az még nem jelenti azt, hogy keservnek is kell lenni ennek a dolog, az ember megpihen, és másnap új tehűvel tud újra nekilátni a dolognak. Tehát ez nem elegendő ok arra, hogy az ember boldogtalan legyen a munkától. Valahol valami elromlott ezzel a munkával kapcsolatban. Az egyik dolog, ami elromlott, az, hogy gyakorlatilag a mai munkahelyeken nem létezik munkaközösség. És ez a munkaszervezésből fakad. És azt látja egyébként a legtöbb vállalati vezető, hogy ezzel gond van, és ezért el is kezd csapatépítő tréningeket szervezni, azért, hogy ezt az egységet, az együttmunkálkodásnak a szellemiségét, ezt úgy felébressze, vagy ébren tartsa, vagy behozza azokba az emberekbe, akik együtt dolgoznak. Most azt ne gondolja senki, hogy az munkaközösség tud lenni, hogyha két ember egy futószalag mellett dolgozik. Mert ők egymás mellett dolgoznak. Semmilyen közösségük nincsen. A 8 óra elején elkezdik, 6 óra elteltével kapnak 20 perc szünetet, hogy kimenjenek a vécére, és aki dohányzik, az dohányozva, és utána mennek vissza a sorra, és ugyanazt csinálják. A másik dolog, ami hiányzik ebből a fajta munkavégzésből, hogy ugye az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, vagyis hordozza az Istentől származó teremtési készséget és vágyat. Most az ember, aki nem alkotja meg a munkát, munkának a tárgyát, ami munkálkodik,
hanem csak mindig három mozdulatot csinál egy adott munkafolyamatban, mert azt kell összepattintani, vagy összeforrasztani, vagy odébb tenni, vagy bármi, nem fogja érezni, hogy ő alkotott. Hiányozni fog az életéből az a öröm, amit az alkotás ad, az alkotásnak az öröme. És akkor menjünk vissza a régiekhez. Hogyan dolgoztak a régiek, a szépapáink? Ugye ott volt egy munka, el kellett végezni. Összejött néhány ember, a sógor, a koma, a nagybácsi, hát összejöttek az emberek, meg még a szomszéd is, meg még a barátok. És akkor volt egy ember, aki annak a munkának, hogy ahhoz a munkához hozzáértőbb volt, mint a többi, ő átvette ennek a csapatnak a vezetését, és együtt kalákában megcsinálták, amit meg kellett. És amikor megcsinálták, akkor végignéztek rajta, és megelégedéssel mondták azt, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. És ott volt a gyümölcse a munkájuknak. Látták azt, amin dolgoztak. Látták megújulni a tetőt, látták felépülni a házat, látták, hogy kiásták a kutat, látták, hogy bekapálták a szőlőt, látták, hogy learadták a búzát, volt eredménye a munkájuknak. És megélték azt, hogy jó volt, mert alkottunk, és összefonta őket, összeforrasztotta őket a munkában való közösség, mert vált a válhoz vetve kellett megoldani azt a feladatot, és vált a válhoz vetve együtt, közösségben, közösséget gyakorolva megcsinálták azt a munkát, amit meg kellett csinálniuk. És amikor egy másfajta munkát kellett csinálni, megint összejöttek, lett egy másik vezető, aki ahhoz a munkához értett, és megcsinálták. És nem arról szól, hogy mindig a gazda, a főnök, akinek a terként dolgoznak, mert hogyha a gazdának le kellett vakolni a házát, és a gazda nem volt kömbös, akkor jött a kömbös, és mivel ő értett hozzá, ő vezette ezt a munkát. És a gazda ugyanúgy alá dolgozott a kömbösnek a keze alá, mint az összes többi munkás, és így munkaközösségben voltak, és amikor be lett vakolva a ház, akkor mindenki megelégedéssel végignézett rajta, hogy igen, ezt megcsináltuk. És mi volt? Egyrészt volt alkotási élménye az embereknek, másrészt pedig ők választották meg, hogy kivel fognak munkaközösséget gyakorolni. És akivel nem tudtak együtt dolgozni, mert nem lehetett megbízni a munkájában, mert nem olyan volt, azzal nem vállaltak munkaközösséget, az a következő kalákából kimaradt. Most manapság nem tudjuk megválasztani azt, hogy kivel gyakorlunk munkaközösséget. Olyan vállalati rendszerek vannak, olyan munkahelyi rendszerek, ahol beosztás szerint megy az ember dolgozni, és vagy olyan mellé kerül, akivel tud együtt munkálkodni, és jó szívvel tud munkaközösséget gyakorolni, vagy olyan mellé, akivel nem. És azzal, hogy ilyen mértékben szétdarabolódott a munkavégzés, mint amennyire szétdarabolódott, ez pedig hozza magával azt, hogy az alkotási élmény hiányzik. És akkor csodálkozunk azon, hogy az emberek nyűgnek élik meg a munkát, mert nincs benne, tényleg nincs benne örme az embernek. Mert sem a közösséggyakorlást nem tudja megélni, sem az alkotás élményt nem tudja megélni. És hogyha azt akarjuk, hogy ez ne így legyen, akkor nekünk magunknak kell megszentelnünk a munkavégzést, és ahogy láttuk, a mi dolgunk és felelősségünk az, hogy úgy legyen a Földön, mint a mennyben, és hogyha a mennyben Isten szentséget rendelt a munka mellé, mert miért adott volna mást az embernek, mint szentséget, akkor ahhoz, hogy ez valóban megszentelődjön itt a Földön, amit a mennyben elrendelt, az a mi feladatunk és a mi felelősségünk, ami nem mindig könnyű. Tehát ezt most nem azért mondom, hogy ha valaki nem élvezi a munkát, amit végez, akkor neki baj van az Istennel való kapcsolatáról. Nem erről beszélek. Arról beszélek,
hogy rajtunk kívül senki nem tudja megszentelni a munkát, és hogyha mi nem szenteljük meg, mi nem tudjuk megszentelni, akkor az bizony marad a szenvedés kategóriában. És akkor fog átkerülni a munka az öröm kategóriájába, hogyha meg tudjuk szentelni. Most ez nagyon gyakran körülményfüggő, hogy az embernek mekkora mozgástere van abban, hogy a munkát szentségként tudja gyakorolni és megélni. Még egyszer mondom, futószalag mellett szinte lehetetlen szentségként megélni a munkát. Azok az emberek, akik vannak olyan helyzetben, hogy meg tudják választani, hogy milyen munkát végeznek, és kivel végezzék a munkát, ők jó helyzetben vannak, mert ez így könnyűvé válik. Most, aki viszont ezt nem tudja megtenni, mert beosztás szerint dolgozik, meg olyan rendben dolgozik, ahol rajta kívülálló dolgok mozgatják a munkamenetet, munkarendet, ott egyetlen egy dolog segíthet azon, hogy ez változzon, ez pedig az emberekkel közötti kapcsolat, a társas kapcsolat. És ezt ismerte fel egyébként a világ és a világi vezetés, hogy ha erősítik az emberek között a társas kapcsolatot, akkor erősödni fog a munkakapcsolat is. És ezért viszik tréningekre az embereket, és próbálják őket, igaz, hogy időnként erőszakosan, de rávenni arra, hogy gyakorolják ezt a fajta társas kapcsolatot. És ez ugye a harmadik mindennapi szentségünk, az étel-ital fogyasztása munka mellett, az ember-ember közötti kapcsolatnak a gyakorlása. És ugye ilyen kapcsolat nagyon sok mindenre lehet, mert lehet istentiszteleti kapcsolat, istentiszteleti közösség, ima közösség, úrvacsorai közösség, házi csoporti közösség, házastársi közösség, családi közösség, amikor az ember közösséget gyakorol, játék közösség, beszélgetési közösség. És nagyon fontos ezekben a közösségekben, hogy amikor ilyenfajta közösséget gyakorlunk, akkor az időnkből adunk, és önmagunkból adunk. Ugyanúgy önmagunkból adunk, mint az italközösségnél, az ételközösségnél, vagy mint a munkaközösségnél. És hogy ennek az önmagunknak, önmagunkból való adásnak a mozgatója, az pedig a beszéd. Mert ilyenkor, amikor közösségben vagyunk egymással, akkor jellemző módon beszélgetünk. Még akkor is, amikor játszunk. Maga a játéktevékenység az már önmagában egy közösség alkotó tevékenység, de azért játék közben is van az embernek beszéd közössége. És itt megint nagyon fontos felhívom arra, hogy mennyire fontos a beszéd. És hogy mennyire teremtő ereje van a beszédnek. A beszédünk lehet közösség építő, összekapcsoló beszéd, de lehet azt szélszilálló beszéd is. És nagyon fontos, hogy amikor közösséget gyakorlunk valakivel, és gyakoroljuk a beszédnek a szentségét, és mert ne gondoljuk, hogy az nem ugyanolyan mindennapi szentség, mint amiről eddig beszéltünk, hiszen a beszéd, a nyelv az Isten által az embernek adott eszköz. Ennek megfelelően a beszédnek is megvan a maga szentsége, és a nem láthatóban székelő értelem hozza létre a beszédet, teremti a beszédet, és ebben a teremtésben benne van az ember maga. Ezért nagyon fontos kitétel a szív teljességéből szóló száj. Ugye erről tanított Jézus is, hogy a szív teljességéből szól a száj. És amit az ember a szívéből mond ki, mint a lelkéből mond ki, az hol fog alakot ölteni? A másik ember szívében és a másik embernek a lelkében. És amikor valakivel közösséget gyakorlunk és beszélgetünk, akkor ott lélek szól lélekhez és szív szól szívhez, és összekapcsolódik a két szív. És most nem arról a beszélgetésről van szó, amikor
összetalálkozik két ember, és az egyik azt mondja, hogy hogy vagy, másik azt mondja, hogy jól, és te, én is. Tehát nem erről van szó, hanem amikor leülünk, és a szív teljességéből tudunk szólni, amikor megnyílunk a másik embernek a beszélgetés kapcsán. És benne vagyunk a beszédben, benne vagyunk a szóban, benne vagyunk abban, ami kijön a szánkon, és ez bizony teremt. Ez közösséget teremt, összetartozást teremt, békességet teremt, vagy éppen fordítva. Tud békétlenséget teremteni, tud félelmet teremteni, és szét tud zilálni, bontani közösséget. Egy nagyon fontos eleme az ember-ember közötti közösségnek, és ugye, hogyha időt adunk valakinek, a közösséget adunk valakinek, akkor önmagunkat adjuk. Önmagunkból adjunk. És hogyha ugyanezt fogadjuk el a másiktól, akkor ő belőle kapunk, és őt kapjuk. És ez bizony a mindennapoknak a része, és rengeteg ember-ember közötti kapcsolatunk van. Nem is tartjuk számon, hogy egy nap hány emberrel kerülünk kapcsolatba. És egy-egy ilyen kapcsolat, az mind-mind ilyen formáló, teremtő kapcsolat. És ezt is megszentelhetjük, de használhatjuk szentségtelenül is. És hogyha megszenteljük, akkor az építő lesz. Közösséget fog építeni, formálni fog, hogyha pedig hagyjuk szentség nélkül, akkor meg hát lesz, ami lesz. És megy a maga útján. Egy nagyon fontos dolog még ezzel kapcsolatban, hogy ha valakinek időt adunk, illetve hogyha valakinek közösséget adunk, hogyha megnézzük Jézust, akkor azt látjuk, hogy ő bement a bűnösök házába, együtt evett velük, adott az idejéből, és közösséget adott magából. És ugye szóvá is tették a farizeusok, Lukács evangélium 5. rész, 30. rész, 5. rész 30-tól 32. versig. És köztük az írás tudók és a farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen, mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? Ugye, miért gyakoroltok velük ételközösséget, italközösséget, amikor az szent dolog? Miért adtok az időtökből, és miért adtok a közösségetekből ezeknek az embereknek? És erre felelvén Jézus mondta nékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogyha időt, közösséget adunk valakinek, akkor azt a valakit megmenthetjük. Csak azzal, hogy időt és közösséget adtunk neki. Ezt tette Jézus is. És ezért tette ezt Jézus is, mert azzal, hogy időt, közösséget adott ezeknek az embereknek, meg tudta menteni őket. Azt viszont tudni kell, hogy ehhez gyakran áldozatot kell hozni. Tehát, hogyha az ember vállal egy ilyen közösséget, és ad az idejéből, ad a közösségéből bűnösöknek, akkor tudni kell szeretettel kifizetni azt az árat, ami ezzel együtt jár. Erről is olvasunk egyébként, szintén az evangéliumokban, Máté evangélium 5. rész 39-től 42. versig. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőd is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre, aki tőled kérj, adj neki. Ugye itt
Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény embernek hagynia kell magát megverni, hagynia kell magát kifosztani, meg tönkretenni, meg kisemmizni. De arról van szó, hogy ha valaki közösséget gyakorol a bűnösökkel, közösséget ad neki, és időt ad neki, akkor ez az ár, amit ilyenkor ki kell fizetni. Tehát az ne csodálkozzon azon, hogy, hogy ha ez történik vele, hogy ha arcon ütik, ha törvénykezni akarnak vele, ha el akarják venni az alsó ruháját, ha egy mérföld útra akarják kényszeríteni, hogyha kérnek tőle. Amit itt olvasunk, az ennek az ára. Ha valakit meg akarunk menteni, akkor nagyon gyakran ez az ára. És amikor vállaljuk azt a közösséget, amit azért gyakorlunk, hogy valakit megmentsünk, kiemeljünk a bűnösök közül, akkor tudni kell, hogy időnként ilyen árakat is kell fizetnünk. Tehát ez a bűnös mentés, ez nem egy mosolygós délutáni teasütizés, hanem nagyon komoly ára van annak, hogyha valaki közösséget gyakorol a bűnösökkel, akkor ez a hozadékos, hogyha ezt valaki szeretettel ki tudja fizetni, erről tanít Jézus, hogy fizest ki szeretettel ezt az árat, ezekért az emberekért, azért, hogy megmeneküljenek. Most, hogyha valaki nem akar szeretettel odafordulni ezekhez az emberekhez, és ilyen árat kifizetni, az nem is vállaljon közösséget bűnös emberekkel, mert akkor az azt fogja megélni, hogy elvették, kisembiztek, tönkretettek, kellett nekem korpa közé keveredni, és jól megettek a disznók. És ez így van, mert szabály szerint működik. Tehát, hogyha valaki korpa közé keveredik, az bizony megeszik a disznók. Hogyha valaki közösséget vállal és közösséget gyakorol bűnösökkel, akkor ez lesz a következménye. És ezért van az, hogy ilyeneket olvasunk a Bibliában, 2 Tesszalonika a levél 3. rész 6. vers. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük néktek, atyám fiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitől, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. Mert hogyha ilyen atyafival vagyunk szent közösségben, akkor ez lesz a vége. Akkor kérni fogja az alsó ruhánkat, akkor el kell vele menni az egymérföld útra, akkor kérni fog és adni kell, akkor törvénykezni akar, mert ez így működik. És ugye az apostolok cselekedetei 2. rész 41. részben is azt olvasjuk, hogy sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Tehát ez egy szabályszerűség. És amikor bűnösökkel gyakorol valaki közösséget, el kell dönteni, hogy mit akar. Mert hogy a közösséget gyakorol, mert milyen jó együtt bulizni, meg milyen jó együtt csinálni ezt, együtt csinálni azt, előbb-utóbb ne csodálkozzon rajta, hogyha ilyen jellegű következményei vannak. Ha meg akarja menteni, akkor viszont szeretettel ki kell fizetni ezt az árat azért az emberért. Azzal, hogy leülök vele a közösségbe, azzal, hogy meghívom a házamba, azzal vállalom azt a kötelezettséget, hogy kifizettem az árat. Ő érte. És ez nem csak imát jelent, nem csak időt jelent, nem van úgy, hogy anyagi következményei is vannak annak, hogyha valakit meg akarok menteni. Azért, mert úgy fog tőlem kölcsön kérni, hogy tudom, hogy soha nem fogom visszakapni. És akkor az ember azt mondja, hogy a krisztusi szeretetet gyakorolva, azért, mert látom benne, hogy meg kell menteni, és ezzel ugyan még nem mentem meg, hogy odaadom neki azt, amit kér, de késleltetem az elveszését. És időt adok neki arra, hogy meg tudjam menteni. Ugye ilyen módon kell erről gondolkodni. És amikor azt mondja, hogy ha
törvénykezni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhát, akkor adod a felsőt is, azért, hogy időt adjunk neki, hogy meg tudjuk majd menteni. De hogyha nem teszünk semmit az ő megmenekedéséért, akkor ez valóban kidobott pénz és kár, ami az embert éri. Mert akkor ezt elvették tőlünk. És akkor ez nem ár azért, hogy megmeneküljön az ember, hanem a mi kárunk. És ezért kell nagyon okosan bánni a közösséggel, azzal, hogy kivel, mikor, milyen közösséget gyakorlunk. Tehát azért, hogy félreértés ne legyen, nem azt mondom, hogy nem beszélgetünk, nem beszélgethetünk, nem lehetünk közösségben emberekkel, akik nem keresztények. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy okosan tudnunk kell, hogy mikor, kinek, mennyit, és mit kell adnunk. Kinek kell csak néhány jó szót, kinek kell hosszabb közösség. Kinek kell időt adnunk, és ki az, akinek nem szabad adnunk, mert elrabolja. Az történik, amit le van írva, hogy egy mérföld utazásra kényszerít az alsó ruhát, el akarja venni, kér és nem adja vissza, és így tovább. Tehát amikor a mindennapokban gyakoroljuk a közösséget, óvatatlanul gyakorolunk, hogyha egy buszjegyet veszünk, már közösséget gyakorolunk. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ha veszünk egy buszjegyet, akkor ez fog történni velünk. Tehát ne essen félreértés, nem erről van szó. Hanem, hogyha tehát ne játszunk a közösséggel, felelősség. Hogyha valaki felé elkezdünk munkálkodni, adni, az időnkből, közösségünkből, magunkból, akkor be kell fejezni a munkát. Tehát végig kell vinni azt a megmentési folyamatot, ami a végén meg fogja menteni azt az embert. Hogyha fél úton abba hagyjuk, akkor minden, amit addig ebbe belefektettünk, az ablakon kidobott belefektetés. Nem csak az idő, nem csak a közösség, hanem alkalmasint ez anyagi módon is veszteség. Tehát fél úton ne álljunk meg imádkozni, hogy nem imádkozok már tovább értem, mert úgy is menthetetlen. Vagy ha fölvállaltuk, akkor végig kell csinálni, mert ez felelősség. Hogyha meg nem gondoljuk komolyan, akkor meg mi is kezdjük el. Mert abból minden kísérül. Az is, aki felé elkezdtük, meg mi magunk is. Tehát ennyire komoly dolog a keresztény mindennapokat gyakorolni, és a mindennapokat szentségként megélni. És a mindennapokban szentséget megélni, és ennek az alapja, a kulcsa a közösség. A közösség Istennel, és közösség egymással. Ez bele van teremtve a világunkba, és bele van teremtve a emberbe. A közösség is, az Istennel való közösség is, és az ember emberrel való közösség is. Én szerettem volna megosztani veletek a mai napon, és bízom benne, hogy az előző alkalommal elmondottakkal ez kerek egészé tudott válni, hogyha nem maradtak kérdések, akkor megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Ha pedig minden érthető volt, akkor megköszönöm a figyelmeteket, és hogy gyakoroltátok velem a közösséget, és hogy adtatok magatokból azzal, hogy eljöttek ide, és hogy meghallgattatok a mai estén. Kérdések? Régebbi gyárakban,
és voltak ők a folyamatok. És én úgy gondolom, hogy amikor valaki csak egy részt csinált meg, annak is megvolt a, például az egyik adománygyára, ott volt egy előkészítő, volt a gyártás, csomagolás, filtergyártás, és amikor kijött ez a késztermék, az mindannyiunknak a sikerélménye volt. Tehát amikor volt ott egy közösség, mondjuk egy gyártógépnél, egy gépmester és három elszedő, vagy berakó és elszedő, akkor én láttam azokat az embereket, hogy milyen örömmel csinálták, tudták azt, hogy ha jó, csinálnak kevéssel ejtel, akkor a csomagológépre fog átkerülni, és a végén, amikor kijött az új cigarette, az mindannyiunknak, tehát az előkészítőbe, tehát mindegyiknek enne volt a része. Tehát, igen, ez így van. És az annyiból volt jó a négedmi időben, hogy a gép nyelvet, tehát nem monotonan ültek külön-külön, hanem mindig volt a csoport. A csomagológépnél is, a filtergyártógépnél is, tehát mindenütt, tehát akármit nézünk most, akár egy bőrgyárat, vagy bármit, de én láttam azokat az asszonyokat, azok olyan szeretettel csinálták és igyekeztek, mert nem volt mindegy, hogy mennyit gyártanak, milyen gyártanak, mennyi selejt lesz, és hogyha az jól ment, akkor meg volt mindig az örömünk. Így van, ezek az emberek látták az egészet. Igen. A mai gyártási technológia még ennél is szétdaraboltabb, mert jellemzően csak alkatrészeket gyártanak a gyárak, és egy gyárból kamionnyi mennyiségű olyan alkatrész jön ki, ami olyan valami kütyű és drótok lógnak ki belőle. Tehát aki megcsinálja, fogalma sincs, hogy mi az, és mi lesz majd belőle. Tehát a mai gyárak gyárszinten is szét vannak darabolva, és régen valóban a gyároknak egy jelentős részében a végét látta az ember, és aki a részekben dolgozott, az tudta, hogy az egésznek a végén majd egy öltöny lesz, igaz, hogy ő csak a gombot készíti hozzá, de az majd föl fog kerülni az adott öltönyre. Ez valóban így van. A mai rendszer még ezen is tudott rontani, és azzal, hogy olyan például elektronikai eszközgyárak vannak, ahol csak egy zöld színű mindenféle kütyűvel telaggatott lapot gyártanak le, de azt milliós nagyságrendben, azzal nem nagyon tud az emberi lépték mit kezdeni. Tehát ez túl van az emberi léptéken, nem tudja összerakni, hogy az a zöld lap tele a kütyűvel, az majd mi lesz. Az lehet, hogy bekerül egy műholdba, de nem tudja, hogy bekerül egy műholdba. Vagy hogy egyáltalán mi lesz belőle. Az is lehet, hogy orrszőrnyíró lesz belőle, nem pedig műhold. Tehát nagyon, nagyon nehéz ott azon a ponton megélnie az embernek azt, hogy ő alkotott. Elvétetett, vagy elvették az embertől ennek az alkotásnak a megélését. És ez valóban így van a mai munkahelyeknek nagyon nagy részében ez gondot okoz. Igen, lehet, hogy megfelelő hozzáállással ezen lehet változtatni. Ezt járulok hozzá, és bármennyire néz 12 oroszán keresztül azt csinálni, akkor is lehet, hogy másképp fog hozzáállni, hogy az a főnök elmagyarázza neki, illetve megmutatja. Igen, erre mondtam azt, hogy a munkát az ember tudja csak megszentelni. Senki más. És az embernek a feladata, és egyben a felelőssége is, hogy a munkát megszentelje, és hogyha ezt főnöki szinten kell megtenni, akkor a főnöknek a feladata és az ő felelőssége, hogy ezt megtegye, és a dolgozói azok örömmel tegyék azt, amit tesznek. Ez valóban így van. A másik nagy gyilkosa ennek a teremtő élménynek a teljesítmény kényszer. Tehát nagyon nehéz úgy örömmel dolgozni, hogy teljesítménykényszer van az emberen, és strigulázni kell, hogy éppen strigulázzák, hogy mit csinált. Annyit is, hogy
És igen, ez a másik gyilkos ennek az egésznek, és sajnos az ipari tömegtermelés az ennek a gyilkosa, de mondjuk egy, hát nem is tudom, egy villanyszerelő. Nézzünk egy villanyszerelőt, amikor egy villanyszerelő megcsinálja egy háznak vagy lakásnak a villanyszerelését, és végignéz rajta, és azt mondja, hogy itt felkapcsolom világít, ott lekapcsolom nem világít, akkor látja, hogy megcsinálta. De amikor arról van szó, hogy naponta be kell 1000 darab dugaljat csavaroznia, és ez a feladatom el, ha nem csinálja meg, akkor gond van, akkor ugye elvész az öröm, mert oké, persze az a dugaj része majd egy rendszernek, de ő kimarad annak a megéléséből, hogy ezt a rendszert felépítette. Mert ő megy tovább, itt beszerelt százat, meg ide is beszerelni százat, meg a következőhez is megy beszerelni százat. Hát ez az, ami igen, valóban meg tudja ölni a munkának a szentségét. Volt még egy kérdés. Teljesen más volt az, amikor előtte imádkoztunk, meg amikor kapkodva, hogy meglegyen a teljesítmény, nem imádkoztunk. Hogy meg kell szentelni munkát, tehát a kérdés... Pont ezen gondolkoztunk, hogy akkor a megszenteljük magam a kozimat. Így van. Hogy van-e még valami, amit tehetünk az ötletben. Hát a kérdés... illetve a meglátás az volt, a felvételnek is meglegyen, mert nem tudom, hogy elhaladszott ide, hogy ha egy munkát imával kezdünk és imával végzünk, az nagyságrendileg más, mint hogyha anélkül kapkodva teszi az ember. És hogy a munkának a megszentelése az ebből áll. Igen, ez egy fontos része a munka megszentelésének. Ugyanakkor nem csak az ima az, amivel kezdjük és amivel végezzük, ugye, és erre mondtam, hogy ha italszentséggel kezdték a régiek, és italszentséggel zárták a régiek a munkát, ugyanezt csinálták. Szentséggel kezdték, szentséggel zárták. Ez nem azt jelenti, hogy kötelező munka előtt és munka után inni. Hogyha imádkozunk munka előtt és imádkozunk munka után, vagyis szentséget gyakorlunk munka előtt és munka után, ugye ez ima közösséget jelent, nem ital közösséget, de az ima közösség is pont ugyanúgy összefonja az embereknek a szívét, mint ahogy egy ital közösség össze tudja fonni az embereknek a szívét. Tehát, hogyha ezzel kezdjük és ezzel végezzük, ezzel adtunk egy szentségkeretet annak a munkának, amit végeztünk. Ellenben még a munkavégzés során is meg tudjuk szentelni magát a tevékenységet, amit csinálunk, azzal, hogy nem csak egymás mellett dolgozunk, hanem megéljük és gyakoroljuk a közösséget a munkában. Ez a vállam a vállathoz, és csináljuk együtt dolog, még akkor is, hogyha egyébként ténylegesen nincs vállalánál, de mégis ugyanazon dolgozik az ember, ugyanaz a cél felé megy, ugyanabban a hajóban evezünk. Ez ad egy közösségi élményt, és ad egy bajtársi élményt. És összefogja, összeforrasztja az embereket, amikor közös munkával, közös erőködéssel, alkalmasint közös szenvedéssel kell valamit elérni, és elértük. És együtt, és hogyha nem lettünk volna együtt, akkor nem lett volna ez így. Tehát egy ilyen összetartó, összeformáló szerepe is van a munkaközösségnek. És van egyébként egy nagyon jó példám arra, hogy ez hogyan tud tényleg közösséget teremteni. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor még a közmunkának híre hangosan volt, egy híradást láttam. Makó mellett egy kis faluban az ottani polgármester az összetoborozott egy cigány közösséget, és azt mondta nekik, hogy itt van a föld, műveljük együtt, adjuk el a termést együtt, és osszuk szét a jövedelmet együtt.
és elkezdtek hagymát termelni. Együtt. Mindenki dolgozott, mindenki beletette, amit tudott, látták az eredményét a munkájuknak, és amikor felszedték a hagymát, és kivitték a piacra, akkor örömmel, ők maguk árulták egyébként a saját hagymájukat, örömmel árulták és adták az embereknek, magukból adtak, amikor hagymát adtak el. És egy olyan közösséget teremtett, olyan összetartást adott ezeknek az embereknek, hogy ők maguk büszkék voltak arra, hogy ez milyen jó dolog, és mennyire erősen összefogta őket. És igen, egy munkaközösség ez ennyire erős köteléket tud az emberek között létrehozni. És akkor, amikor engedjük, hogy a munkában közösségek alakuljanak ki, és ugye megint csak vannak olyan munkaszervezési elvek, hogy beengedjük az embereket egymással közösségben, szedjük szét időről időre őket, és mindig más munkabeosztásban dolgoztassuk őket, hogy ne tudjon egység és közösség kialakulni, mert hát ugye az veszélyes lehet a menedzsmentre, hogyha a munkavállalók közösségben vannak, de szétzilálják a munkaközösséget, és ők maguk csodálkoznak a legjobban, hogy és miért nem működik a munkarendszer, mert nem engedik, hogy az embereket összefonja a munkában eltöltött közösség. Mert hogyha engedik, ezek az emberek együtt fognak dolgozni, egymásért fognak dolgozni, egymás segítve fognak dolgozni. És nem egyénként, nem individuumként fognak dolgozni, hogy ez az én dolgom, annyit megcsinálok, ami az én dolgom, a többi meg itt érdekel, engem szakadjon össze. És ez nagyon sok vállalatnak, nagyon sok vállalkozásnak a gondja, hogy jaj, és akkor a dolgozóimban miért nincsen csapatszellem. Hát azért, mert csak ennyit kap az egészből, és ennyit kell megcsinálnia, és utána nem kell foglalkoznia a mellette lévővel, nem kell együtt dolgoznia a másikkal, a harmadikkal, nem csapatmunka modern szóhasználattal ebbe, amit csinálnak, és ez gyakorlatilag a munka szentségét veszi el, amikor ilyen módon áll egy vezetés a munkaszervezéshez, és főleg ugye azok a cégek, ahol nagyon teljesítményorientált, profitorientált a termelés, időről időre tudatosan levált bizonyos rétegeket. Ezek jellemzően kis-középvezető, időnként magas vezető rétegek is, mert hogy nehogy már belepunyadjon valaki abba a helyzetben, amiben van, gyorsan lecseréljük őket, és majd az új seprű jól süpör. És akkor kiszipolyoz az új munkaerőt, egy idő után ugye belefáradna, akkor jöhet a következő, és akkor időről időre lesöprik. Elsősorban ugye a nagy kereskedelemmel foglalkozó cégek azok, amik így gondolkodnak, hogy időről időre meg kell újítani, le kell cserélni a gárdát, mert hogy a régi belefárad, hát vajon miért fárad bele? El lehet gondolkodni, és valóban ők maguk nem engedik azt, hogy munkaközösség alakuljon ki, és közösségben dolgozva szentségként tudják az emberek megélni a munkájukat. És ugye ennek a másik oldala pedig az, hogy az én ember, aki egy ilyen rendszerben dolgozott, kiégve kerül ki ebből a rendszerből. És csodálkozunk rajta, hogy nem akar dolgozni, mert fél attól, hogy ez ettől még lehet rosszabb. És akkor, hát igen. És azzal, hogy ugye nem dolgozik, kikerült a lába alól a talaj, nem csak azért, mert ugye a pénzforrás a munka, ügyesebben, hanem azért is, mert az Isten az embert és a munkát összekapcsolta nagyon szorosan. És hogyha szétválasztjuk az embert a munkától, akkor gyökértelen lesz, nem lesz talaj lába alatt, amin megálljon, és szét fog csúszni az egész élete, és akkor csodálkozunk rajta, hogy drogfüggő, csodálkozunk azon, hogy alkoholfüggő, csodálkozunk azon, hogy öngyilkos, és így tovább.
Hát ezért, mert hogyha elveszük az embertől a munkát, akkor a legalapvetőbb dologban tesszük lehetetlenné, amit Isten rendelt bele az ember életébe. Ő rendelte el a munkát. És ezért van az, hogy az ember, hogyha egyébként nincsen dolga, nyugdíjasok. Hát rengeteget szenvednek a nyugdíjasokat, hogy nincs mit tenni. És nem azért, mert beleszokott abba, hogy munka, és hát, hogyha már reggel nem kell felkelni munkába menni, akkor összedülök meg, hanem az emberben benne van ez az alkotási vágy, hogy valamit tenni kell, csinálni kell. És ezért van az, hogy a nagymamák sálat kötnek, meg virágot nevelnek, meg zöldséges kertet művelni, valamit csinálni kell, valamit kezdeni kell. És ugye a dobozlakú életmód, ez a túlvárosiasodott életmód még ezt a lehetőséget is elveszi. Hát egy panel ketrecben nem lehet még ilyeneket sem csinálni. És akkor meg azon csodálkozunk, hogy ezek az emberek az orvosi váróban üldögélnek. Tehát legalább van közösség, és tudnak közösséget gyakorolni. Meg elmennek, és hát ugye azzal, hogy társadalombiztosítást fizetnek, áron megveszik a közösséget, amikor leül az orvoshoz, arra a pár percre az orvos közösségét élvezik, és az orvossal gyakorolnak közösséget, vagy az orvos gyakorol velük közösséget. És ugye ez lehetőség arra, hogy kimozdítsa abból a dobozból, amiben így belekerül. Tehát sajnos ez egy rosszul szervezett része a világunknak, és hát úgy kell hozzáállnunk, hogy tudjuk azt, hogy ez egy rosszul szervezett része, és tudnunk kell ezen változtatni. És hogyha semmi más nem csinál, csak balkonládában kis virágokat nevelget, már akkor is jobb, mint hogyha az orvosi váróban keresi a közösséget. Igen, számos gond meg probléma van a mai világunkban, a mai rendszerünkben. Falun ezek nem voltak gondok. Mert ott volt a kert abban, mindig volt mit tenni, ha meg éppen nem, akkor kiült a lócára a ház elé, és lócázott. És ez egy nagyon komoly közösségformáló tényező volt a lócázás. Amikor az emberek a ház előtt kiültek a lócára, és ott a nem túl tágos szomszédság összeült, és csak beszélgettek, vagy éppen csak együtt bámulták ugyanazt, de közösségben voltak egymással. Meg az is lehet, hogy a két szomszéd csak egymás mellett pipázott, de együtt pipáztak. Ugye közösséget gyakoroltak. És a mai világunk még ezt is kiveszi az ember alól, és akkor lesz belőle Izaura TV csatorna, ahol a közösséget lehet gyakorolni a sorozatokkal. És adnak az embernek közösséget, csak kérdés az, hogy ez elég szent közössége ahhoz, hogy az ember ezzel akarjon élni. Igen, ez így van. Jó, hogyha elfogytak kérdések, hozzászólások, akkor még egyszer megköszönöm, hogy itt voltatok, hogy gyakoroltátok.